Nincsen tehát immár semmi kárhoztatás azoknak, akik jasúaban vannak, akik nem a test szerint járnak, hanem a ruha hakodés szerint. Mert a ruha hakodés törvénye, mely az élet jasúaban, megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Mert ami a törvénynek lehetetlen volt, mivel erőtlen volt a test által. Jahava elküldte az ő saját fiát a bűnös test hasonlatosságában és a bűnért, és kárhoztatta a bűnt a testben. Hogy a törvény igazsága beteljesüljön mi bennünk, akik nem a test szerint járunk. Hanem a rúa hakodés szerint. Mert akik a test szerint vannak, a test dolgaival törődnek, de akik a rúa hakodés szerint, azok a rúa hakodés dolgaival mert a test kívánsága halál, de a ruha kívánsága élet és békesség. Mert a test gondolkozása ellenséges a havahval szemben, mert nem engedelmeskedik a hava törvényének, és nem is tud. Így tehát akik testben vannak, nem lehetnek kedvesek a hava előtt. Ti azonban nem vagytok a testben, hanem a ruha hakodesben, ha csak a hava ruája lakik benetek. Ha pedig valakiben nincs meg jasú a rúája, az nem az övé. Ha pedig jasú a benetek van, a test ugyan halott a bűn miatt, de a rúa élet az igazság miatt. Ha pedig annak a ruája, aki feltámasztotta jasúat a halálból, benetek lakik, ő. Aki feltámasztotta jasúat a halálból, megeleveníti a ti halandó testeteket is az ő benetek lakozó ruája által. Tehát, testvérek, nem tartozunk a testnek, hogy test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, meghaltok, de ha a rúa hakodés által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Mert akiket jahava ruha hakodés vezet, azok jahava fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok ismét, hogy féljetek, hanem a fiaivá fogadás ruháját kaptátok, amely által kiáltjuk, Abba, Atya. Maga a ruha hakod és tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt. Hogy Jahava gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is, Jahava örökösei, egybe egybekapcsolt örökösök, ha együtt szenvedünk vele, hogy együtt is dicsőüljünk meg. Mert azt tartom, hogy a jelenlegi szenvedések nem hasonlíthatók össze azzal a dicsőséggel, amely meg fog jelenni bennünk. Mert a teremtett világ sóvárogva várja Jahava fiainak megjelenését. Mert a teremtett világ hiába valóságnak lett alávetve, nem önként, hanem azért, aki alávetette, reménységben. Mivel maga a teremtett világ is meg fog szabadulni a romlottság rabságából Jahava gyermekeinek dicsőséges szabadságára. Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik és vajúdik mindeddig. És nem csak ők, hanem mi magunk is, akik a ruahakodés és zsengéit kaptuk, magunk is sóhajtozunk, várva a fiai fogadást. A testünk megváltását. Mert reménységben tartattunk meg, de a látott reménység nem reménység, mert amit valaki lát, miért remélni azt? Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, akkor álhatatossággal várjuk. Ugyanígy a ruha hakodési segítségünkre van erőtlenségeinkben, mert nem tudjuk, mit imádkozzunk, ahogy kellene de maga a rúa hakodés közben jár értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a rúa hakodés gondolata. Mert Jahava szentjeiért jár közben Jahava akarata szerint. Tudjuk pedig, hogy minden javukra van azoknak, akik szeretik Jahavat, azoknak, akiket az ő végzése szerint elhívott. Mert akiket előre ismert, azokat eleve el is rendelte, hogy az ő fia képmására formáltassanak, hogy elsőszülött legyen sok testvér között. Akiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta. És akiket elhívott, azokat meg is igazította, és akiket megigazított, azokat meg is dicsőítette. Mit mondjunk tehát ezekre? Ha Jahava velünk van, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindannyiunkért odaadta, hogyan ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Kivádolhatja Jahava választottait. Jahava az, aki megigazít. Ki az, aki kárhoztat? Josua az, aki meghalt sőt inkább, aki feltámadt, aki Jahava jobbján van, és közben jár értünk. Kiválaszt el minket Jasua szeretetétől. Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éjség, vagy mezítelenség. Vagy veszedelem, vagy fegyver. Amint megvan írva, te éretted öldökölnek minket minden napon, vágójuhoknak tekintenek minket. De mindezekben diadalmaskodunk azáltal, aki szeretett minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem magasság, sem mélység. Sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Jahava szeretetétől, amely jasúban van, a mi urunkban.